Már dolgozik a szárítógép az Észak-Tolna megyei NAK új agrárlogisztikai központjában. A tökmag előfeldolgozására, szárítására és tárolására alkalmas üzemet a régi TS iroda épületében alakították ki. A vállalkozás ügyvezetője azt mondja, a helyben termelt és szárított tökmagra már most rengeteg megrendelésük van, elsősorban az élelmiszeripar részéről. Egy olyan beruházást valósítunk meg, amivel egy egyszerű termékből egy magasabb hozzáadott értékű terméket tudunk előállítani, és úgy gondolom a piac ma erre fogékony, és lehet vele foglalkozni. Két oldalról lehet megközelíteni. Egyrészt a társadalmi szerepvállalás oldaláról, amikor azt mondom, hogy egy ilyen kis településen munkahelyet teremteni nem egyszerű dolog, viszont ezzel a beruházással megvalósíthatjuk ezt az alapvető elvárást, hogy új munkahelyeket teremtünk. És bízok benne, hogy hosszú távon lehetőséget tudunk adni a dolgozók számára is. Tulajdonképpen a héj nélküli olajtökre alapozottan egy feldolgozó üzem csirái vannak, ha úgy tetszik. Az első lépésben egy agrárlogisztikai központ létesítését valósítottuk meg uniós pályázat keretében, támogatással. Ennek lényege, hogy a térségben gazdálkodó mezőgazdasági termelők számára adunk lehetőséget, hogy a megtermelt alapanyagot itt elsődlegesen feldolgozzuk, szárítjuk és tároljuk, majd ezt követően az ő döntésük szerint vagy értékesítik felénk, vagy éppenséggel kimennek a piacra vele és máshol értékesítik. Az üzem többségi tulajdonosa a helyi önkormányzat és az itt dolgozók is a településről kerültek ki. A beruházás ezért nem csak jelentős helyi adóbevételt hoz a falunak, de az alig 600 fős NAK-on 7 új munkahely is létrejöhet, ami a polgármester szerint jelentős eredmény. A kimezőgazdasági ZRT ügyvezető igazgatójának volt egy ötlete a tök feldolgozás és termesztéssel kapcsolatosan, és ez ugye elég sok munkaerőt igényel. Az önkormányzatunknak nagyon fontos, hogy minél több embert helyben tartsunk, és ez nem megy egyébként, mint a helyi munkahelyeknek a megteremtésével. Ez egy kiváló alkalom. Terveink szerint ebben az üzemben egy 5-7 főnek tudunk első körben munkát biztosítani, ezáltal itt tartani őket. Az agrárlogisztikai központ a Tolna megyei önkormányzat által irányított TOP program 110 millió forintos támogatásával épült meg. A megyei önkormányzat elnöke szerint a Tolna megyének így jutó 27,5 milliárd forint azt a célt szolgálja, hogy a települések erősödjenek gazdaságilag, és hogy a helyiek ne akarjanak elvándorolni még a kis falvakból sem. Minden feltételt megpróbálunk megteremteni annak érdekében, hogy a területi operatív program pályázatai folyamatosan és ütemesen valósuljanak meg. Itt ez egy ipari létesítmény tulajdonképpen. Ez különösen örvendetes a számunkra is, mert ezek az igazi megtartó erők a vidéken. Tehát, hogyha egy ilyen kis településen megtelepedik egy ilyen mezőgazdasággal foglalkozó ipari vállalkozás, az nyilván itt fog munkaerőt keresni, itt talál a környéken munkaerőt, itt termelteti meg a magot, és itt fogja dobozolni lényegében a készterméket. Szerintem ez egy mintaértékű folyamat lehetne, illetve lehet is, hiszen nem csak ez az egy lesz a területi operatív programban, hanem több ilyen pályázatot ítélt pozitívan a bírálóbizottság. Bízunk abban, hogy a kormányzat azon terve, hogy a területi operatív programot egy más forrásból, hazai forrásból szeretnék tovább folytatni egy következő ütembe, és emellett még természetesen ugye indul a Magyar Vidék programja, ami szintén a kistelepülési lehetőségeket fogja a következő időszakban növelni. Akkor úgy gondoljuk, hogy ezekre a fejlesztési ütemekre, a következő lépcsőre
netán az azt követő lépcsőre, vagy a következő szomszéd településben létrejövő fejlesztésekre is lesz lehetőség pénz és Európai Uniós vagy hazai forrás. A NAKI agrárlogisztikai központot a jövőben tovább bővítik. A cél, hogy a tökmagot helyben sajtolják és olajat készítsenek belőle, valamint, hogy az étkezési tökmagot is így zacskózzák be.